Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Reggelente nehezen indul az autója? Cserélje le akkumulátorát a lóerőmű autós motorosboltban. Az akkumulátor szaküzletben kedvező áron, nagy választékban talál elektromos kerékpár, motor, személyautó és kamion akkumulátorokat. Lóerőmű autós motorosbolt és akkumulátor szaküzlet a Széchenyi utca 58 szám alatt. Mint malac érkezett, 30 családhoz, a jószágokhoz takarmány és egy állattartó képzés is járt. Az év utolsó tanácskozása, ma adták be Halas gyógyhelyi nyilvánítási kérelmét. Ismét lesz majd rózsaszín tavaszi pompa, pótolták a főtérről kivágott japán cseresznyéket, az új fákat a Sétál utca elejére ültették. Pedro Bohóc is ott volt, a konok-konok megajándékozták a gyermekosztály kis betegeit. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió csütörtöki híradóját látják, tartsanak velünk. Ma tartotta idei utolsó tanácskozását a Halasi Képviselőtestület. 18 témát vitattak meg a képviselők. Kiderült például, hogy elkészültek a szükséges mérések, és pont a mai napon adták be a város gyógyhelyi nyilvánítási kérelmét. Ez szükséges ahhoz, hogy Halas indulni tudjon a január elején megnyíló fejlesztési pályázaton. A testület egyöntetű szavazattal felhatalmazta a polgármestert az előkészítő munkákra. Bíznak abban, hogy a város a lehető leggyorsabban megkapja a gyógyhelyi minősítést, amivel az országban jelenleg 19 település rendelkezik, és akkor nem lesz akadálya a pályázat gyors beadásának. Halas a fürdő területét és mellette lévő Csetényi parkot jelöli gyógyhelynek. A beruházás jelentős előrelépést hozhatna a város számára. A testület ülés további döntéseiről az elkövetkező napokban számolunk be. 30 halasi család kap egy-egy malacot és egy zsák takarmányt, ma szállították házhoz a jószágokat. Ezt megelőzően egy rövid tanfolyamon vettek részt, a programba beválasztottak, de az is feltétel volt, hogy megfelelő elhelyezést tudjanak biztosítani a jószágoknak. Malacok várakoznak a halasi vásártérnél, itt kezdődött meg az úgynevezett disznó program keretében érkezett jószágok kiosztása. A város majdnem lemaradt erről a lehetőségről, ám Langerné Viktor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára segített intézkedni. Helyettes államtitkár asszonynál, mikor voltam a minisztériumban, akkor más programokról beszéltünk, és ő kérdezett rá, hogy ebbe a disznó programba részt vettünk-e. Hát én közöltem vele, hogy sajnos nem, mert nem tudtunk erre a pályázati lehetőségről, és volt még a minisztériumban egy kis maradvány pénz, 1 210 000 forint, és ő ezt az összeget ajánlotta föl, hogy ennek az értékében akkor egy ilyen disznó programot Halas is vegyen részt rajta. 30 család fog ebből kapni, családonként egy disznó is takarmány jár. Ezt tudni kell, hogy ez úgy indult, hogy részt kellett venniük egy tanfolyamon, egy állattenyésztési alapismeretű tanfolyamon. Ezt elvégezték, valamint feltétele volt annak, hogy olyan helyet biztosítsanak az állatoknak, ami egyébként megfelel, és mi még egy szűrőt beraktunk itt helyileg, azok a családok fognak most kapni, ahol egyébként a gyerekek pedig járnak rendesen iskolába, tehát megpróbáljuk ezzel is ösztönözni őket, egy kis nevelő hatás beleiktatva, hogy igenis az oktatás az elsődleges szempont, és ezeket a családokat próbáljuk elsősorban segíteni, ahol látjuk azt, hogy a gyerek jár rendesen iskolába, lakhatási körülményeket megpróbálják rendbe tartani, és ők is megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy felzárkozzanak. A családok akár le is vághatják a jószágokat, de a cél az állattartásra ösztönzés lenne. A pályázati kiírás az úgy szól, hogy december 31-ig kell ezeket az állatokat tartaniuk, azért is kaptak takarmányt, de én abban bízom, hogy azért túlnyomó részük az állattenyésztés felé fog menni. Egyébként ezt kérdeztük is tőlük, és nagyon sokan azt mondták, hogy igen, ők ezt fogják tartani, fogják nevelni, és bízom benne, hogy a jövőre már az egy állatból talán lesz 5 vagy 6 is. A malacokat reggel már az előkészített helyek várták a programba bekerült családoknál. A malacot idegenesen itt fogjuk tárolni, amíg nem készül a végleges hely, a zakol.
Az első jószág nagy visítással érkezett meg új helyére, ahol örömmel várták. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a lehetőséget kaptuk. Hát meg gondolom továbbra is, ugye, lehet, hogy még lesz ilyen lehetőség. Mi a cél vele, esetleg gondolkodnak állattartásban, hosszabb távra is? Hát igen, hát neveljük tovább. Rostás László, a Halasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetője is üdvözli a programot. Azt mondja, bízik a folytatásban, és abban, hogy az állattartás jó példa lehet a többiek számára is. Hagyományosan a cigányok egyébként egy 100 évvel ezelőtt is már sokan voltak, akik tartottak disznókat, tehát valamelyest értenek hozzá, de szerintem jó volt az a kérdés is, ami három napot vett igénybe, az egy programba kellett részt venni, és így kapták meg ezeket a malacokat, úgy gondolom lehet, hogy a disznó az nagyobb, és remélem, hogy lesz ennek folytatása. Vannak olyan cigányprogramok, ilyen hasonló programok, amiben szerintem érdemes bepályázni, mert ha kevésnek is sikerül segíteni, az is egy kis segítség a családnak. Remélem, hogy örül neki mindenki. Potolják a japán cseresznyéket. Sokan sajnálták, amikor a főtér felújítási munkák kapcsán kipusztultak a halasiak, és a turisták körében is kedvelt fák. Virágzásuk idején sokan a csodájukra jártak, és fényképezték a sok rózsaszín virágot. Már a fák kivételekor azt ígérték, hogy gondoskodnak a pótlásról. Ennek most jött el az ideje. 4 fát ültettek ki a sétáló utca elejére, az áruház mellé, így ez a fasor is a központban lesz, és bárki, aki tavasszal erre jár, megnézheti majd a cseresznyefa virágzást. A héten befejeződtek a megyében az idei évre tervezett földárverések. A helyben lakó földműveseknek volt lehetősége arra, hogy maximum 300 hektár nagyságú állami tulajdonú földterületekhez jussanak. A megyében ténylegesen 567 árverésre került sor, ami 8133 hektárnyi földet érintett. Érdekesség, hogy a legrövidebb licitálás csupán 7 másodpercig tartott, a legfiatalabb nyertes 18 éves, a legidősebb licitáló 84 éves volt, a legtöbbet érő földért 364 millió forintot fizet a nyertes, a legalacsonyabb áron elkelt területért pedig 900 ezer forintot. Most közé teszik az árverési eredményeket, az elővásárlási jogosultaknak 30 nap áll rendelkezésre, hogy éljenek elővásárlási jogukkal. Önök adományozták, a motorosok kiegészítették és átadták. Pedro Bohóc vezetésével a kórházban jártak ma a Konok-Kunok motoros klub tagjai. A jótékony motorosok a gyermekosztály kis betegeit ajándékozták meg csokival és sok-sok játékkal. A város adakozó lakosságának ajándékával a kézben jöttek a Konok-Kunok a kórházba. Hagyomány már, hogy így karácsony előtt felkeresik a kis betegeket. Tam-ta-tam! Aho! Sziasztok! Szia! Szia! Ez a gyűjtési akción keretében a város lakossága adta össze, amiért hálával és köszönettel tartozunk, hisz nagyon szép és méretes csomagokat tudtunk belőle készíteni a gyermekeknek. Gyakorlatilag itt egy 18 gyermeket látogattunk és ajándékoztunk meg, utána a felsővárosi iskolába megyünk át, ahol egy 2 órás rendezvény keretében közel 70 gyerek fog részesülni műsorban és ajándékban. A gyerekek meglepődve látták a sok ajándékot, sajnos most is volt olyan, aki éppen egy baleset miatt volt az osztályon. Eltört. És hogy történt? Leugortam a kútról. Szabad ugrálni a kútról? Nem. Ejtőernyős akartál lenni? Igen. Anya mit mondott, amikor meglátta a kezedet? Sírtál? Nem. Hát kemény fiú vagy, nem sírunk, igaz? Igen. És a szuperhősök mikor mehetnek ki a kórházból? Hamar. Holnap esetleg? Igen. Meddig lesz el itt a kórház? Király, akkor karácsonyról ott mondani. Van bele? Hamar gyógyulj meg, és ezt is sok szeretettel adjuk neked, jó? Na várjál! Köszönöm, fiam! Adunk egy ilyet rá! Hagyd ott! Hagyd ott! Nézd oda! Integess egyet! Mondjad, hogy köszönöm! Köszönöm! Pedro Bohócnak mindenkihez volt egy jó szava. A Semmelweis kórház vezetőjétől megtudtuk, hogy karácsony környékén sok támogatást, ajándékot kapnak, és szerencsére évközben is sokan gondolnak a kis betegekre.
A gyerekosztály mindig kiemelt volt ebbe a tekintetben. Tehát bármikor valakinek ilyen adományozó kedve volt, akkor az első mindig a gyerekosztály volt. Több olyan megbeszélésünk volt már a menedzsment körében, amikor próbáltuk terelni az adományozókat a más osztályokon történő adományozásra. Azonban a gyerek az mindig közel van a szívünkhöz. Tehát az egész évben a gyerekosztály felé történő adományozás azért megvan az állampolgárok részéről, és meg is történik. Azért hozzá kell tennem, hogy az itt dolgozók is nagyon nagy munkát végeznek azért, hogy ezek az adományok valóban a kiskansikolás az gyerekosztályra kerüljenek. Van, akinek a legnagyobb igyekezet ellenére is nehezen megy az írás, a számolás vagy a koncentrálás. A Gyógypedagógia jelene és jövőle címmel a napokban szakmai napot tartottak a Kiskunhalasi Általános Iskolában. Székely Ágnes gyógypedagógus tartott előadást az érdeklődőknek, többek között a diszlexiáról, a hiperaktivitásról és a magatartás zavarról. A szakmai napra látogatók megnézhették a tanulók munkáiból rendezett kiállítást is. A hetedikesek gondoskodtak a süteményről, a nyolcadikosok voltak a felszolgálók. A Szent József Katolikus Iskolában idén is megrendezték az adventi teaházat. Diákokat, szülőket, nagyszülőket láttak vendégül. A termetes karácsonyfa, a zene és a gyertyafény is emelte az ünnepi hangulatot. Hangulatos fények, zene, finom sütemények és tea várta a Szent József Katolikus Iskola diákjait, valamint a szülőket, családtagjaikat. Az adventi teaház minden évben nagy siker, a szervezésből két évfolyam is kiveszi a részét. Ez a harmadik éve, hogy iskolánk megrendezik itt a teaházat az aulában. A hetedikesek és a nyolcadik évfolyamos lányok szokták csinálni, a hetedikesek a süteményt, míg mi nyolcadikosok a pincérkedésbe szoktunk segíteni. Mi is nagyon vártuk, ugyanúgy, ahogy az előttünk lévő évfolyamok is, és hát nagyon jó, nagyon jól érezzük magunkat. Már megvannak a díszítések is a termekben, és ez az adventi teaház mindig, ami nagyon meghatározza az ünnepi hangulatot. A diákok ezen a délutánon egy kicsit félretették a leckét, hiszen a teaház remek alkalmat adott egy kis beszélgetésre. Nekem legjobban inkább a sütik tesztenek, meg azzal is sokat tudunk beszélgetni a haverommal. Ő itt Ákos, vele szoktam így nagyganacsokat beszélgetni így, meg nagyon jó haverok vagyunk. Nagyon jó ez a teaház, mert a papa az elment a Lusiért, meg a mamáért, és az a jó, hogy itt maradtam, és nem mentem el vele, mert akkor nem maradtam itt volna a Mátéval. A teaházban az iskola igazgatója is kapott egy nem szokványos feladatot, ő gondoskodott a zenéről. A mostani szerepem egy kicsit a beérkező közönségnek a szórakoztatása. Egy volt diákunkkal összefogtunk, és néhány slágert megtanultunk, és hát én is vettem a bátorságot, hogy úgymond szórakoztassam a közönséget. Az adventnek a várakozása fő mottója, és a mi várakozásunk, hogy így mondjam, egyúttal a közösségnek az összekovácsolását is jelenti, vagyis várunk mindenkit, aki az iskolánkhoz tartozik, legyen az szülő, diák vagy tanár. Jönnek a sztárfelépők a Halasi Adventi udvarba. Pénteken, szombaton és vasárnapi színpadra lép egy neves előadó a helyi fellépők mellett. A Városháza udvarában pénteken 16 órakor kezdődik a műsor a Művészeti Iskola fúvós növendékeinek fellépésével. 17 órakor a Szent Tamásról érkező csoport betlehemes műsorát lehet megnézni. 18 órakor kezdődik a Felsővárosi Iskola karácsonyi előadása. Őket követi a Grand Up Kids műsora. Sobota Dél koncertje pedig holnap 19 órakor kezdődik. Szombaton a Bombon Együttes, vasárnap Dobrádi Ákos lesz a sztárvendég. A programok díjmentesen látogathatók. A műsorok mellett árusok, finomságok, életnagyságú Betlehem és angyalka szárnyas fotófal várja a betérőket. Most egy-egy mondatban összefoglaljuk a nap főbb híreit. 30 malac érkezett 30 családhoz, a jószágokhoz takarmány és egy állattartó képzés is jár. Az év utolsó tanácskozása, ma adták be Halas gyógyhelyi nyilvánítási kérelmét. Ismét lesz majd rózsaszín tavaszi pompa, pótolták a főtérről kivágott japán cseresznyéket, az új fákat a Sétál utca elejére ültették. Pedro Bohóc is ott volt, a konok-konok megajándékozták a gyermekosztály kisbetegeit. A
folytatásban jön az időjárás jelentés, majd a zöld percek. Ma a klímaváltozásról lesz szó, egyházi szemszögből. 7:30-tól kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Én azt javaslom önöknek, hogy tartsanak velünk továbbra is, és holnap pedig újra jövünk majd a hírekkel. Viszontlátásra!